szerda reggeli órákban is nagy volt az átmenő forgalom Palotaváros déli részén. Nagyon sokan használják ezt az útszakaszt egyfajta menekülő útnak, kikerülve a palotai úti lámpákat. Éppen ezért volt szükség a Selyem utca Horog utca kereszteződésében a két iparcikk piac közötti kereszteződésben egy új körforgalom kialakítására. A városrész önkormányzati képviselője híradónknak elmondta, a közelben 1000 garázs, kutyafuttató, szabadidőközpont található, ezért rengeteg gyalogos, köztük sok gyermek közlekedik erre, éppen úgy, ahogy autós is. Átkelni az úton pedig ez idáig majdnem lehetetlen és veszélyes is volt. Ez a folyamat nem most kezdődött, ez a körforgalomnak a témája. 4 év óta felvetődött, több ember volt a polgármester úrnál is, én is többször beszéltem vele. Sajnos a vírus 2 évet így is csúsztatott a megépítéssel, és hála Istennek végre megépült most ez az út. Nyilván nem a klasszikus körforgalom, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy majd átmennek, sebesen átaladnak rajta, de itt a KRESZ szabályának megfelelően kell közlekedni. Farkas László hozzátette, bár a csomópont a kialakított 3 új gyalogátkelő helyjel lassítja az átmenő forgalmat, ám a szándék éppen ez volt, hiszen biztosítani kell a gyalogosoknak az átkelést a túloldalra. Aki nem akar szabályosan közlekedni, gyorsan akar hajtani, nincs tekintettel másokra, nincs tekintettel gyalogosokra, az nyilván nem örül neki. De a puding próbálja az evés. Ezt majd meg fogják szokni az emberek, idővel senki nem fog szólni semmit, hanem betartják a KRESZ előírásokat, és úgy közlekednek. Én nem sajnálom ezeket az embereket, akik ez ellen ágálódnak, én azokat az embereket, a gyalogosokat, az itt élő emberek biztonságos közlekedését veszem figyelembe. A forgalom csökkentésére a végső megoldás a tervek szerint a jövőben megépülő Bakony utca lenne, ami Palotaváros déli részét köti majd össze Fekete-hegy-Szárazrét városrésszel. Ezzel nagy tehertől szabadulna meg Palotaváros.